szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem egy rég nem látott Székesfehérvári lokálpatrióta, akitől a mondás is származik, hogy a lokálpatrióta nem idióta, ugye már Vinicai Tibor, szervusz Tibi. Örülök, szóval hiszen Brazíliából érkeztél haza, sokat szor, hogy időt szakítottál rá, és tudunk egy kicsit beszélgetni, mert van miről, én azt mondom. Van, Leginkább azért, mert hogy egy kicsit az a múltba révedezés helyett, azért evezünk a mélyre, beszélgessünk arról. Most nézegettem és gondolkodtam, néhány képet láttam, hogy mi ides tovább 44 esztendeje ismerjük egymást. Igen. A futballokán. A futballokán, futballokán én 12 esztendős voltam, és a Gorzium SK Sárszenmiái csapatában, ahol akkor, ugye, a kedves nézők nem tudják. A Górnyó Máfész elnöke nem volt más, mint Demián Sándor, aki komolyan vette már akkor is, amit csinált, és egy egész jó csapatot épített. Mondjuk én ifista voltam, de azért Pec Pataki László az egykori újpesti legenda volt, edző és játékos edző, Bódi Feribácsi a nagyszerű Mávelőre edző, Kuti János séknál. Úgy bizony, azt játszottunk együtt a Szondiban is, de Erről később inkább arról beszélgessünk, hogy amikor pályát választottál, tehát hivatást választottál, ugye agrármérnökként Igen. végeztél, akkor ezzel foglalkoztál, és eljött 1988 a rendszerváltás előszele, és az elsők egyike voltál Székesfehérváron legalábbis, aki üzleti vállalkozásba fogtál, és emellett kitartottál hosszasan. Ez volt a rendszerváltás hajnalán. Akkor ehhez bátorság kellett. Igen pedig egy komoly bátorság, hiszen abban az időben mindenki valamilyen szinten ugye az állami vagy a szövetkezeti szférához kötődött, azaz vagy állami vállalatoknál, vagy termelő szövetkezetekben dolgoztak. Én, mint agrármérnök ugye Székesfehérváron a Kossuth akkori termelőszövetkezetben kezdtem el dolgozni agrármérnökként, és 8 évet, 81-től 89-ig, hát nem egész 8 évet, mert igazából 89 év elején már én ott a termelő szövetkezetet, és onnétól kezdve, mint az üzleti élet egyik szereplője működtem. Az indulás az kezdetektől fogva, tehát azt mondom, hogy amikor elkezdtem dolgozni, befejeztem az egyetemet, akkor már próbáltam egy kicsit abba az irányba mozdulni, ahol a nemzetközi kapcsolatok is jelen vannak. És hát ebben a tekintetben ugye kezdetben a francia nyelv ismerete nagyon sokat segített. Még egyetemista koromban komoly baráti kapcsolatokra tettem szert franciákkal, mégpedig a mód az volt az apropója, hogy az akkori köfén fejlesztés, ami egy óriási fejlesztés volt, hiszen hogyha most azt mai forintra lebontanám, akkor azt kell mondanom, hogy tehát az akkori 7,5 milliárd forintos fejlesztés, az ma több száz milliárdos több száz fejlesztésnek milyen. felel meg, tehát egy hatalmas fejlesztést dollárba is milliárdos fejlesztést hajtottak végre, és ugye Közép-Európa legmodernebb meleghenger művét a franciák japánokkal közösen építették, és én ott ismerkedtem meg. Közel velem egykorú francia fiúkkal, és velük való sok-sok találkozás, az nagyon-nagyon sokat segített egyébként a nyelv ismeret elmélyítésében. Viszont nyelv, annyi ember azért. Így mondjuk. van. És hát utána, amikor ugye már elkezdtem dolgozni, akkor a Kossuth ts ben szerencsére az akkori elnök, egy nagyon ö, ö, agilis és nagyon jó diplomáciai érzékkel megálltott személy, Radics Mihálynak hívták, és ő ö, nyugati kapcsolatokat ápolt. Ö, leginkább ö, az olasz kapcsolatok voltak a legerősebbek, és az olaszokkal, ö, ugye én ugyan olaszul nem, viszont franciául ők beszéltek, és hát ö, így a francia nyelv volt a, az érintkezés nyelve, aztán közben ugye ezek a kapcsolatok kicsit kibővültek, hát gyermekkoromban még németül is persze tanultam, tehát voltak németekkel is kapcsolatok, sőt, még aztán francia kapcsolatok, kanadai francia kapcsolatok is beúztak, úgyhogy számos külföldi kapcsolatra tettem szert egyrészt a munkán keresztül, majd, majd pedig ugye a rendszerváltás közelé, közelettével érezve a változás szeleit. Én már a 80-as évek közepétől miután elkezdtem járni ugye Nyugat-Európába, és sikerült egybe egy, két, három hónapot itt, ott kint eltölteni, ott is már e, nyitott szemmel, és elsősorban az üzleti e, világra koncentrálva próbáltam építeni a kapcsolataimat. Én, amikor a rendszerváltás elkövetkezett, illetve a gazdasági rendszerváltás, ugye 89. január 1-től a gazdasági törvény lehetőséget adott különböző magánvállalkozások külföldiekkel történő létrehozására Magyarországon, akkor én franciákkal, francia céggel cégekkel való kapcsolatból építettünk, vagy illetve hoztunk egy közös francia mondjuk. Igen, cégek. ez egy külker csapat volt, Igen. majd tovább megyünk, viszont az 1988-as esztendő azért az nagyon fontos, hiszen több pártrendszer alakult, Ó, és de. a Magyar Demokrata Fórum tagja vagy az első pillanattól kezdve. Miért az MDF-et választottad? Hát. Volt ennek hatása, erről beszélgettünk egyszer, akkor az a fajta szemlélet, amelyet Antal József hozott egyébként, az mindent vitt. Igen, ez így van, ez így van. Az egy, egy ö, olyan időszak volt úgy gondolom, hogy Magyarország életében is, ami, ami a 20. század ö, veszőfutásai, tragédiái, megpróbáltatásai után ö, nagyon komoly reményjel kecsegtettek. És hát ugye akkor ilyen 30 évesként, ugye nagy, ö, ö, nagy hittel és energiával én is belevetettem magam a rendszerváltoztatás folyamatába, és hát a Magyar Demokrata Fórum ö, ö, alapító tagjai között ö, vagyok én is. Ugyan más ö, pártokkal is. Ö, fölvettem abban az időben kisgazdapárt leginkább, akikkel ugye még kapcsolatba léptem, de úgy éreztem, hogy a kisgazdapárt kisé régies, arkaikus. Tehát Nem. azok az emberek, akik ott voltak, azok mind-mind a 48 előtti kisgazdapárt úgymond romjain próbálták újraépíteni a, a pártot, én. és az a szemlélet, amit én ugye akkor ö, egy teljesen más ö, világnak éleztem, úgy, ahogy ma is úgy gondolom, hogy ma a 30 évesek, 20 évesek teljesen másként látják a világot, mint én ahogy ö, mondjuk én látom ma. Érdekes, amit mondasz, mert hogy ott volt egy tehetséges fiatalember, nyelvtudással, külkereskedelmi tapasztalattal, és több diplomával és mégsem szálltál be a politikába közvetlenül a rendszerváltás után, holott a logika azt kívánja mondatni velem, hogy akkor ott volt a lehetőség mindenestől. Miért nem kapacitáltak, azt tudom? Ez egy érdekes történet. Ugye ott voltam az alapítók között Székesfehérváron, de egy kicsit ilyen baráti társaság volt az az akkori Magyar Demokrata Fórum, alapított tagság a Kelemén Andrással az élen, és azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag az András körül az ő korosztálya, illetve annál alig valamivel fiatalabbak vettek részt a Magyar a Fórum vezetésében, és én, én nagyon fiatal voltam abban az időben, és valahogy nem vettek be a csapatba. Úgy bevettek, de ilyen oldalvizen úszkáltam. Tehát a hordudvar meg volt már. Igen, tehát meg volt az a, az a szűk mag, akik már elosztották maguknak, hogy ki, micsoda, ki hova fog kerülni, hogyha a folyamat tovább megy. És én ebben, ebben már nem voltam benn. Na most akkor el kellett dönteni, hogy akkor most mennyire vessem bele magam a továbbiakban, ugye a, a, a közélet ö, mindennapjaiba, és hát én akkor azt gondol, úgy gondoltam, hogy jó, nem kell én nekem ö, minden áron ugye a politika ö, színpadán maradni, sokkal inkább itt vannak a hatalmas lehetőségek a világban, és akkor ö, inkább ö, menjünk az üzleti élet Igen, irányába. és akkor, akkor jött a szórakoztatóipar még hozzá nagyban. Az ember fia el sem tudja képzelni, <hát> hogy akkor Ugye a bűvös az innováció, hogy kis gondolkodás és Igen. fejlődés, hogy milyen óriási lehetőségek voltak óriási ebben. Óriási lehetőség. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy akkor bármibe valaki belefogott és úgy becsülettel elkezdte a dolgokat csinálni, akkor még nem volt semmilyen a magyar piacon. Akkor igazából ö, hazai vállalkozókból állt a piac, illetve tönkre menő hazai nagyvállalatokból, amelyek ö, aztán a privatizáció okán vagy eltűntek a sülyeztőben, vagy fölvásárlásra kerültek esetleg a nyugati tőke által, mint például az alkohol által Székesfehérváron a köfém, viszont az Icarus, amelyiknek elsősorban nyugati piaca volt, vagy keleti piaca volt, az eltűnt a, 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 a sülyeztőben. Akkor foly folytathatnám egyébként tovább, hogy a videóton, amelyik abban az időben 24 ezer főnek adott munkát, az gyakorlatilag hogyan zsugorodott össze 4 ezer főre, aztán abból ö, egy kicsit ö, ugye kitörve mára azért egy ö, komoly viszonylag komoly, de nem végtermék előállító cégé, hanem tulajdonképpen ugye a, ö, egyfajta betagozódva a... a, a Multi-világ ma is funkcionál. Aztán beadta a derekad, mondom én, az ezredforduló meghozta a Demokrata Fórum elnökségi tagja lettél. Kapacitáltak már régóta hívtak, vagy hogy történt? Hát ez igazából úgy történt, hogy 94-ben, mikor a, a rendszer, illetve a, a Magyar Demokrata Fórum vereséget szenvedett, én egészen addig meg sem jelentem. És amikor ö, Számomra az egy nagy ö, tragédia volt, úgymond, ö, az a fajta bukás, és elsősorban ugye akkor még az ideológiák jobb oldal, bal oldal ö, élesen elkülönültek, sőt, nem csak, hogy élesen elkülönült, hanem ö, hanem a, az a fajta gondolkodásmód, amit a Magyar Demokrata Fórum és Antal József valót, én azt magaménak, magamévá tettem, és úgy éreztem, hogy, hogy az a helyes út. Na most az a szocialista-liberális henger, amelyiket 94-ben győzött, a, úgy éreztem, hogy a Magyar Demokrata Fórumnak egy bizonyos. Támogatása segítségre van szüksége. És akkor én oda mentem, hogy miben tudnék segíteni. Addigra már egyébként az üzleti életben viszonylag azt tudom mondani, hogy nem rossz pozíciókat, viszonylag jobb pozíciókat foglaltam el, és azt mondom, hogy mit tudok tenni. És akkor meglepődtek, mert ugye már nem is nagyon emlékeztek rám. Ö hogy én, hát voltak, akik emlékeztek persze, de ö, nem is emlékeztek rá, mert a mindennapokban már nem vettem részt ugye a Magyar a Fórum munkájában abban a négy évben. Az jött egy ember, aki most segít, amikor ilyenre nem találkoztunk. Aki nem ak akkor jön, akkor jön, amikor bukunk, és akkor belenyúl a zsebébe, és azt mondja, hogy na, mivel tudok segíteni. És hát azzal segítettem, ugye, hogy a 94-es önkormányzati választásokon, ö, hát... Ö, a körülményekhez képest egy jelentős összeggel támogattam az akkori jobboldali összefogást, és ennek a jobboldali összefogásnak az lett a döbbenetes eredménye, hogy Székesfehérváron ö, a polgármesterrel együtt 20 széket szerzett a 33-ból a, ö, ö, a jobboldal, illetve a jobboldali összefogás. Ez országosan is megdöbbenést ö, váltott ki, viszont ö, ettől a perctől kezdve ö, ugye akár az akkori polgármester, de az akkori képviselők is, hogy mond, és én nem akartam képviselőse lenni abban az időben. Mondtam, hogy én kérdezték, mondtam, nem, 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 én dolgozni akarok, dolgozni szeretnék továbbra is, én inkább a háttérben maradnék és segítek. Na, ez így is volt, és ez 97-ig ment, amikor 97-ben aztán a Magyar Demokrata Fórum országos választmányában beválasztottak, Ö, és akkor 99-ben volt egy időközi országgyűlési választás, ahol az MDF színeiben elindultam, az akkori ugye, időszakban megdöbbenése 12%-ot sikerült összegyűjteni a szavazatokból az időközi választáson. Na és ennek, ebben a, ezzel a lendülettel beválasztottak a az Magyar Demokrat a Fórum elnökségére, be, mint az akkori legfiatalabb Magyar a Fórum elnökségi tagot. És önkormányzati képviselőségben sem gondolkodtál, aztán mégiscsak eljött az az idő két ciklusban, és ráadásul ugye ennek megkoronázása 2010-ben, Bunyicai Tibor az egy forintos polgármester, ezt azért említem, mert ugye erre nem volt még példa. Nyugaton ö, általában van ilyen, de Igen. akkor mindenki felkapta erre a fejét. Igen, hát 2002-ben indult, indultunk MDF színekben, egy nagyon komoly kampány sikerült. Ö, ö, megalkotni, létrehozni egy nagyon jó csapattal, és akkor két MDF-es képviselő is, tehát Ferenc Géza és én kerültünk a város képviselő testületébe, akkor ellenzékben 2002-től 2006-ig, 2006-ban igazából ugye a 33-as képviselő testületből el kellett dönteni, hogy most a mindennapi politika a fontos, vagy esetleg a város dolgainak előbrevitele. Én úgy gondoltam akkor, amit ugye ma is egyébként vallok, hogy a kompromisszumok útján lehet, hogy időnként szükséges haladni. Nem azt mondom, hogy mindig kompromisszumot kell kötni, de akkor 2006-ban egy olyan helyzet állt elő, Hogyha az akkori ö, országos politikához ö, illesztve, talán, és az Európai Uniós ö, pénzekhez ö, való hozzájutást nézve, akkor úgy láttam ö, jobbnak vagy jónak, hogyha az én ö, elképzeléseimet minél hamarabb be tudom vinni a közéletbe, hogy Székesfehérvár jövőjét miként lehet, milyen irányba lehet befolyásolni. Gazdasági... És ezt többször is hangoztattam. Igen, gazdaság és láss történelem, hiszen a nem, Nemzeti Emlékhely projekt Igen. az a te volt, és sajnos csak részben valósult meg. Na, ugye egyébként azt én azt hiszem, hogy ennél azért előbb tartunk, mert én... Ö, úgy emlékszem, hogy azt a fajta merész kiállást, azt a fajta merész gondolatokat megfogalmazni, amit én megfogalmaztam. És ez a nemzeti emlékhelyre vonatkoztatva többször több fórumon is elhangzott részemről, amikor azt mondtam, hogy nem elég romokat őrizni, nem elég egy sírkertet megőrizni. Itt ennél többet kell ennek a városnak tenni a saját múltja ö, tekintetében, hogy megismertessük a világgal, hogy ez a város ez nem csak egy poros mezőváros volt, mert egyébként azzal züllesztették a Habsburgok, egy poros mezővárossá mm. ö, Mária Terézia vezényletével, akinek a hathatós közbenjárása volt az, hogy Székesfehérvár igazából a királyi koronázó városból soha többé nem lett királyi koronázó város, hanem gyakorlatilag a történelem egy abszolút elfeledett kis vár, vidéki poros városa. Ugye, amikor ö, 1689 ben a törökök elmentek Fehérvárról, maradt összesen 300 ember fehérváron, 60 család, ö, a leírások így szólnak, és ebből a 60, 60 ö, családból ö, aztán a be, családhoz a betelepülők érkeztek. Egy jelentős német ö, ö, betelepülés volt ekkor székesfehérváron, hiszen a hivatalos nyelv ö, Fehérváron ö, nagyon sokáig a német, a volt, német volt, sőt. 1837-ben, 1837-ben adták át a második magyar nyelvű általános iskolát Fehérváron, egész addig, egyébként ez volt a György Oszkártér iskola, egészen addig Fehérváron egyetlen magyar iskola és német iskolák tömkelege működött. Tehát, hogy, hogy Fehérvárnak nagy utat kellett megtennie, mert a, a bazilika Egyébként, amikor a törökök elmentek, akkor részben állt egyik tornya, ugye beomlott, meg a tetőzete egy része, de még misét is tartottak benne. És amikor ugye a Fehérvár nem püspökség volt, hanem Fehérvár ezt megelőzően, ugye a Prépostság, a királyválasztó Prépost lakott Fehérváron, és a Prépost írt az Esztergomi érseknek is egy levelet, hogy a templomokat szokás felépíteni újra. Pláne, ha csak megrongálódik, tehát nem, nem, volt poraiban a templom, és ugye a, a, ö, nem kapott választ, Persze ennek ugye két oka is volt, ugye, hogy pont 1703-ban megindult a Rákóci Szabadságharc. De a másik oka, ö, oka igazából a keresendő, hiszen ők voltak azok, akiknek a beleegyezése mindig szükséges volt pápai, a, a pápai kinevezéshez. Ők csak olyan püspököt neveztek ki, akik hozzájuk lojális volt abszolút minden tekintetben. Így a püspök ö, nem tehette meg, hogy adott egy, vagy ha a, a hercegprímás, hogy adott egy engedélyt a bíboros az újjáépítésre. Építésre, és ez így ment, ment, és a templom mindig rosszabb állapotban lett. Majd 1788-ban egyébként lebontották, viszont mielőtt lebontották volna, akkor, is most mindjárt átlépek még két mondat után ugye a mába, amikor lebontották, akkor viszont egy felmérés készült az akkori állapotról, mit bontottak le, hány méter, stb. Egy, teljes, egy pontos műszaki állapot felmérés történt a bontás előtt és ennek egyébként ma nagyon nagy hasznát veszük. És mi történt? Fehérváron püspökséget alapított Mária Terézia. És ez hogy történhetett meg? Ugye ö, Szent István király volt, apostoli király és egyházalapító, mert az egyházalapító jogot egy bullában a pápától megkapta. Mária Terézia erre hivatkozva, hogy Magyarországon ő Magyarország ö, Szent koronájának birtokosa, és ö, ö, En, ezen okon, ö, oknál fogva ő kéri az apostoli királyi címet, ö, ö, kapja meg a pápától. A pápától ekkor kapott egy brevét, egy levelet a brev, csak egy levél, ami azt mondja, hogy használhatja a címet, de ez nem ad ház alapítása jogot. Viszont Mária Terézia azzal, hogy használt az apostoli királyi címet, úgy döntött, hogy őt nem érdekli egyébként, hogy a pápa fölhatalmazta-e vagy sem. Innétől kezdve elkezdett püspökségeket alapítani, így aztán alapított Besztercebánya, Kassa, és számtalan helyen Fehérvár, stb. püspökségeket, és Fehérváron nem véletlenül, azért alapította a püspökséget, és azért építették rá a, a püspökség épületének egy részét, és azért használták fel az egykéri királyi koronázó bazilika köveit a püspökség felépítéséhez, hogy a történelmet eltüntessék, hogy itt a rebelis magyarok még egyszer itt ö, zará, ne zarándokoljanak az ő egykori szent királyaik nyugvó helyéhez. Tehát itt van a, tehát ez az, ez az, alapja, az alapja, minden az a alapja mindennek, hogy Fehérvár Történelmileg oda süllyedt, ahova süllyedt. és én ö, akkor ö, 2006 és 10 között, amikor ö, megtudtam, hogy egy komolyabb összeget irányoztak elő a ö, turisztika fejlesztésére Fehérváron, akkor én azonnal föléptem az, azzal a ö, igényel, ötlettel, hogy már pedig itt egy komolyabb dolgot kell, mert eredetileg itt egy nagyon pici kis ö, pici elképzelés volt, és a, arról, hogy mi legyen a romkerttel, arról gyakorlatilag csak ilyen találgatások. És akkor én ö, azonnal, ugye ö, a színfalak mögött elkezdtem azokkal az emberekkel fölvenni a kapcsolatot, akik ö, egyébként a 1860 egy-kettőben megkezdett társatásokkal foglalkoztak, Kralovánszki alán utódja, vagy a Kralovánszki alán mellett Szabó Zoltán, aki mindenki által közismert, hogy egyik legismertebb tudója egyébként a Szent István kori bazilikának, illetve a középkori királyi bazilikának, hiszen mint építész és mint régész is részt vett az ászastátásokon hosszú-hosszú éveken keresztül. Én őt megkerestem, és hát a mai napig is nagyon jó kapcsolatban vagyok vele, és akkor Született meg a királyi séta projekt. Ez a királyi séta projektnek egy eleme, ami ma koronás park ö, tulajdonképpen ez megvalósult. Ez megvalósult ö, és nagy örömmel ö, f, nagy örömömre szolgál, hogy éppen e el hónap elején a, a Székesfehérvár közgyűlése elfogadott egy koncepciót ö, a nemzeti emlékhely. Fejlesztésével kapcsolatosan, ami ugyan ö, még csak egy koncepció, de ebben a koncepcióban különböző ö, ö, lehetőségeket sorol fel, hogy miként lehet ö, a király, ö, az egykori királyi Bazilika ö, jövőbeni ö, meg, ö, megjelenítését ö, megvalósítani. És ez a négyből ugye az egyik az, hogy egy teljes újjáépítés, egy teljes rekonstrukció, a másik egy részleges újjáépítés, a harmadik egy valami mementó, a negyedik pedig az, hogy romok maradjanak nem, csak azokat nem. újra. Tehát, na most én azt hiszem, hogy amit mi szerettünk volna, az a harmadik. Hogy megjelenítünk belőle valamit, valamit a múltból, ugye ez volt az a középkori szelet. De én azt hiszem, hogy, és nagy örömömre szolgál, hogy beszélgetve az illetékesekkel a, erről a kérdésről, magukévá tették a gondolatot, hiszen fehér, tehát a fehérváriak és, és a mai fehérvári vezetés is egyértelműen kiáll, hogy meg kell jeleníteni a történelmi múltunkat. A történelmi múlt megjelenítése nem a sírkert, nem a kövek, hanem igenis a világ számos helyén ma láthatjuk, hogy újjáépítenek, ráépítenek a romokra, újjáépítik azt, ami csak éppen alapjaiban volt meg. Számos, sorolhatnám, hogy hány ilyet valósítottak meg. És hát én azt tudom mondani, hogy ez a kormány bátran nyúl hozzá, bátran nyúl hozzá a történelmi örökséghez. Akár csak a vár fejlesztésére gondolok, és látom ott, hogy a várban dolgoznak, itt is, ott is több pontján a várnak, és egy nagyon komoly ö, 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 rekonstrukció, egy nagyon komoly fejlesztés várható. Hozzányúlt olyan dolgokhoz, ami ugye a régészek, művészet, történészek borzolták a kedélyeiket, mert amikor ott voltunk, és ez egy mondat lesz még, amikor ott voltunk a műemlékvédelmi hivatalban, így mondom, mert ezt mindenki érti, azon a ö, ö, beszélgetésen, ahol művészet, történészek, régészek ültek az asztalnál, ö, és arról volt szó, hogy mi legyen a Székesfehérvári koronázó bazilikával, miként jelenítsük meg, illetve ö, hogy ez a koncepció, amit mi fölvázaltunk, ö, uniós pénzek támogatással megvalósuljon-e, ott bizony voltak olyan hangok, aki azt mondta, hogy kérem. Messzék, be tegyenek rá egy keresztet. Volt a másik, azt mondta, hogy a Nagyvárd és Székesegyház elpusztult, az Egrés elpusztult, elpusztult a Kalocsai Székesegyház, elpusztult a Fehérvár is, felejtsük el, a történelem leszárult. És erre én mondtam, hogy, uraim, a történelem Fehérváron egy kicsit más, mint az összes többi. Mert Fehérváron mégiscsak 500 évig egy teljesen másfajta megközelítés élt a, a királyi koronázó és egy sikeres Magyarországot illetően. De. És én úgy gondolom, hogy ez Fehérvár egyik bölcső, Persze vita mindig van, hogy most Esztergom bölcső, vagy Fehérvár bölcső, de úgy gondolom, mind a kettő az, és akkor legyen béke közöttünk, Igen. egymással ne, ne harcoljunk. No, akkor, tehát a Nemzeti Emlék helyett, most egy helyek közel megbeszéltük, de térjünk vissza egy kicsit, hiszen ez az időszak volt az, amikor, ugye ott volt a Magyar Demokrata Fórum, ott volt az üzlet, egyre nagyobb, Igen. ott volt az önkormányzati képviselőség, a Magyar Demokrata Fórumban aztán alelnök, elnökségi tag. Igen. És ott volt a videóton, ott volt az ügyvezető igazgatóként, a hivatásos labdarúgó liga elnökségi tagjaként. Igen. Ez, ha így jól számolom, akkor a 24 órát nem nagyon takarja be. A futballról beszéljünk, hiszen a ráadásul én azt nagyon is jól tudom, hogy még 40 fölött is játszottál. Igen. Meg hát egy ilyen sor, Sztájban az Ika igen, igen igen, 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 igen. Videóton. A videóton... Eh, csak helyek közel siker Igen. De csak helyek közel. Helyek. Hiszen ez egy fő furcsa időszak Nagy volt. fájdalom. Nagy fájdalom. Tehát az az időszak egy nagy fájdalom. Tudni illik, én hittel, mint mindent hittel, lelkesedéssel, és nem pénzért. Tehát amikor, ugye kezdjük a végén. Tehát amikor megvádolnak engem, hogy én onnét valamit, meg, meg adócsalás, meg ilyesmi, ugye ezt a politika tűzte az zászlajára. Na, hát aztán hál' Istennek ugye abból a hosszú-hosszú kilenc -hosszú évig tartó eljárásból, perből, végül is egyedüliként engem, közel tíz év volt, bocsánat, kilenc és fél év után, igazából fölmentettek bűncselekmény hiányában. Ugye hogy a nézők is értsék, hogy miről van szó. Fiktív szerződésekreket vettek gorcső alá, hogy a játékosok bruttó kevés összeget kaptak, és a plusz pénzt, az eredményességi jutalmat, tehát a prémiumot, azt külön kapták meg, és azért nem fizetett a klub adót. Ez így kivonatosan természetesen. Igen, tehát nem egészen így volt, hanem tehát az volt, hogy a külföldi játékosok a külföldi játékosok, tehát a külföldi játékosok szerződése az, az nem, volt, nem volt valós szerződés, mert a jogszabályok nem adtak lehetőséget. Na most az igazság az, hogy a jogszabályok ekkor nagyon kuszák voltak ebben a tekintetben, amit 2004-ben rendeztek végérvényesen. Tehát voltak, volt egyik jogszabály megengedte, a másik nem engedte meg. Most az volt a kérdés, hogy ki melyiket vizsgálja. Bilányos. És ebből, ebből született meg egyébként a PER, ami, ö, aminek a vége ugye az, hogy ki mennyi pénzt ö, ö, nem fizetett be, illetve a klubvezetők mennyi pénzt? Nem fizettek meg, mint klubvezetők az adóhatóságnak, amiből a vége még egyszer mondom az én esetemben az lett, hogy igazából minden szabályos volt, minden Igen, úgy történt. De végül is veszteségnek érezted? Nem veszteségnek éreztem, hanem a inkább gyakorlatilag de. egy nagyon nagy igazságtalanságnak. Tehát az élet nagy igazságtalanságának, hogy a végén, nem a végén, hanem közben, amikor ugye elindult az eljárás, akkor itt nagyon sokan ugye dörzsölték a kezüket, na végre, ugye megfogtuk, na végre, ugye most aztán, aki Brazíliába jár, és közben én azt a saját üzleti dolgaimból, pénz, üzleti, megkeresett pénzből jártam Brazíliába, sőt, hát a videótomban rengeteg pénzt odahoztam, játékosoknak nem, játékosokat fizettem kint Brazíliába, a brazil vállalkozásaimon keresztül is, csak azért, hogy a klubnak ne kelljen pénzt fizetni, mert igazából olyan pénzszűke volt itthon. Tehát, most nem akarom mondani, de még ma is, hogyha mondanám, megmondanám azt a számot, amit én kifizettem akkor játékosoknak, mert csak a klubnak 40 millió forint fölötti összeggel papíron, ami, ami, ami látható, amit támogatást nyújtottam, és akkor még nem beszélek arról, hogy a, tehát az az alapítvány, ahol négy korosztály, küzdött, amit 2005-ben átadtam a Puskás Akadémiának, felcsútnak, abban az időben azt is én tartottam fönn 5 éven keresztül, 6 éven keresztül, az is mennyi pénzbe került azért azt a, a, azoknak, a, azoknak a csapatoknak, ifi csapatoknak, utánpotlás, erdőcsapatoknak az utasztatása, az edzők ellátmánya, stb. Tehát én igazából mindent hittel, lelkesedéssel csináltam, mindig is úgy szoktam, de soha nem úgy, hogy én abból gazdagodjak. Tibi, mi vit rá arra, hogy Brazíliába tedd át a székhelyedet? A kapcsolat az élk a 2001-től. Igen. Ugye? Mi az, ami, ami hogy a az időt nagy részét és a munkád nagy része oda köt egyértelmű, egy kicsit, hogy ott... Igen. <coughs> Ilyet mondanának, hogy kalandvágy. Tehát azt láttam, hogy ott a, 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 a fejlettség, tehát a fejlettség szinte, a gazdasági fejlettség szintje nagyon eltérő Brazíliában. Nagyon-nagyon eltérő. Viszont azt kell mondanom, hogy hát aki üzletileg egy kicsit felkészültebb, alaposabb, és hát a másik dolog, hogy meg kellett tanulni közben portugál, portugál nyelven. Nem. Tehát ha nem tudnék portugálul, nem vállalkozhatnék. Tehát, hogyha a benszülöttek nyelvét valaki nem ismeri, az adott ország most legyen ez az Egyesült Államok angol nyelv, vagy Franciaországban francia, vagy spanyol nyelv, akkor sokkal nehezebb, sőt, szinte lehetetlen, szinte lehetetlen vállalkozni. Egyébként is egy nagyon bonyolult piac. Nagyon-nagyon bonyolult. Tehát az emberek nem az a munkatempó, mint nálunk. Most csak mondok egy példát, hogy van 150, 150 olyan napjuk van, amit ünnepelnek, ilyen, hogy kereskedők napja, és akkor aznap munkaszüneti nap. Ami köművesek ami, napja. De, nem, igen, és akkor egy héten mint tudom, négy, négy munkanap van, nincs de van, amikor csak három. De hát nagyon nehéz, nagyon nehéz egy, egyébként, tehát csak ezeket a meglévő dolgokat. Viszont az alkalmazottaknak hihetetlen, micsoda erős jogokat deklarál a törvény, és ezek között, ezeket megismerve kell ugye a vállalkozást vinni előre. Viszont egy, egy fajta fejlődés azért van. Abban az De a távközlés és informatika ugye az a távközlési szabadalom, amely felett aminek birtokában azért tehát szabadon szárnyal tulajdonképpen egy innovatív vezető. Tehát ilyen értelemben semmiféle okod nem lehet panaszra. Mincs Otthonod panasz. megtekinted? tekinted? Riót és környékét, a kopakabánát hát, ö... és így tovább? Szeretek ott lenni, nagyon szeretem az embereket. Ö baráti a társaság, tehát kialakult egy, egy, egy olyan baráti kör is elsősorban a futball okán, ami ami úgy mondt, úgy érzem, mintha közülük, közülük való lennék, tehát amikor ott vagyok. Attól függetlenül azért a röghatás a rög az működik, mert hát mégis csak itthon vagyok itthon, ugye? Tehát én azért azt nem érzem, hogy Brazília lenne az otthonom, de már ilyenen gondolkoztam, hogy ugyan már hol lennék, ott hol, le, hol az él, az élnék, szóval. hogyha mondjuk nem. Akkor azt mondom, hogy tehát Brazília ilyen szempontból. Egyébként az üzletre még két szóval visszatérve, azért most elég nehéz ez időket élnek arra felé, elsősorban a Rio felé. Tudnilik a világbajnokságot, hogy Brazília bevállalta 2014-ben, majd pedig ezt az olimpiát. Ez azért ö, gazdaságilag most elsősorban Rio-ra borzalmasan rányomja a bélyegét. Tehát ott a gazdasági ö, 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 viszonyok ma rendkívül, tehát az üzleti lehetőségek rendkívül beszökültek a hatalmas pénzhiány miatt. Tehát ezért én is most éppen változtatás alatt állok, tehát Számpaulóba teszem át a cég székhelyét, éppen ez van folyamatban, ezért is megyek most a január elején, már elkezdtem tulajdonképpen, folyamatban van a dolog, úgyhogy minden, mindig, mindig változik minden. Állandó változásban vagyunk a piacon. Úgyhogy Brazíliában is. Milyen gondolatokkal jössz haza? Jöttél például most haza? Hát ugye most éppen ahogy hazajöttem, Fehérvár volt a gondolataimban, hiszen tehát az, a, az, a, az, az ügy, az a misszió, amit elkezdtem 2006-10 között, még pedig Fehérvár történelmi múltjának megismertetése. Én azt látom, hogy Ismét ö, ö, jó mederbe terelődött, és én azt, ab, abban hiszek, hogy belátható időn belül ö, Fehérvár el fog mozdulni az ismeretlenség állapotából és a történelmi múltja ott okán vissza fog kerülni egy olyan vérkeringésbe, amit úgy hívnak, hogy turisztika, idegenforgalom és e, ismertség. Nos, Én ezt szeretném. Akkor hajrá, köszönöm szépen. Lesz dolgot bőven, de hát ezt nyilván tudod. Hogyne, mindig köszönöm, Köszönöm, hogy itt voltál. Velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a Fehérvári beszélgetéseket látták, Vennégen Vinicai Tibor volt. Maradjanak továbbra is önünk, minden jót kívánok, viszontlátásra.